Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul a Csengetett Milord című sorozatból. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és ha szeretnéd megszerezni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézd rá az új tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis angol tanulás a Csengetett Milord című sorozatból. Nagyon gyakran mondom a videóimban, hogy a vígjáték sorozatokat tartom a legalkalmasabbnak arra, hogy angolul tanulj, és közben még szórakozz is. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy személyes kedvencemet, vagyis az Izzig-Vérig Brit Csengetett Milord című sorozatot fogjuk most körüljárni nyelvtanulási szempontból. Nos, tudnod kell rólam, hogy én egy abszolút fanatikus rajongó vagyok. Legalább 10-szer láttam már az összes részt, kívülről tudom a jeleneteket, de még most is, ha a munkám engedi, és elkapok egy-egy ismétlést valamelyik tévécsatornán, akkor nagyon szívesen leülök, és megnézem azt az adott részt. Nos, a teljes sorozat ugye 4 évadból áll, de ez ne tévesszen meg senkit, a sokkal kevesebb epizódot tartalmaz, mint mondjuk egy amerikai sitcom sorozat, tehát összesen 26 epizódból áll ez a sorozat, és tulajdonképpen az 1920-as évek angol társadalmát mutatja be egy főúri arisztokrata családon és az ő cselédeiken keresztül. Először nézzük meg, hogy miért tanulj ebből a sorozatból. Első számú szempont. Az epizódok nem a szokásos 22 perces formátumot követik, hanem 50 percesek, úgyhogy sokkal hosszabbak, sokkal jobban ki lehet bontani egy történetet, és nyelvtanulóként is sokkal jobban el lehet merülni az adott részben, az adott epizód történéseiben. 2. A cselekményszál tulajdonképpen egy kombináció, tehát a nagyon szokványos sitcom sémákat, például Stokes, a komornyék ellopott némi pénzt az uraságtól, elrejtette azokat egy vázában, amit aztán elvisznek egy aukcióra, ahol neki licitálnia kell tulajdonképpen a saját vázáira. Tehát az ilyen egyszeri sitcom témák és az egész évadon átívelő cselekmények, például Ivy, a szobalány szerelmes Jamesbe a lakályba, aki viszont Miss Poppyba, az uraság lányába szerelmes. Tehát az ilyen hosszabb és részletesebb témáknak a keveréke. 3. Tökéletes korkép a két világháború közötti brit társadalomról. Egyrészt látjuk a csúcson lévő arisztokráciát és az ő idézőjelbe tett problémáikat, illetve az őket kiszolgáló, kigúnyoló, de nagyon gyakran az ő szokásaikat utánzó cselédeket is. A történelem iránt érdeklődőknek én azt mondom, hogy ez egy kötelező darab, tel is tele van valós személyekkel, eseményekkel, utalásokkal és helyszínekkel. Például Maurice Chevalier, francia színész, Lloyd George, brit miniszterelnök, illetve a Kit Kat Club és a Savoy mulatók, stb. Illetve a negyedik szempont a remek színészi játék. A BBC igazán nagyszerűen válogatta össze a szereplőket ehhez a sorozathoz. Szerintem mindenki megtalálja maga kedvencét, vagy éppen kedvenceit, ha nézi ezt a sorozatot. Második számú nagyobb témánk, hogyan tanulj a sorozatból. Nos, említettem, hogy nem egy hagyományos sitcomról van szó, mivel a cselekmény és az események folyamatosan épülnek fel a részeken és az évadokon keresztül, ezért én azt javaslom, hogy kezd a leges-legelső résznél, és szépen folyamatosan haladj végig a 4 évadon, ne ugorj át egyetlen részt sem, és ne hagyj ki egyetlen részt sem, mert úgy is, tehát így is lehet nézni, így is vicces, de sokkal élvezetesebb, ha folyamatában követed a sorozatot. Nos, a YouTube-on, ha beírod azt, hogy Csengetett Milord, vagy beírod a sorozat angol címét, rengeteg hosszabb, rövidebb részt találsz angol nyelven, magyar nyelven,
de én mégis azt javaslom neked, hogy teljes epizódokat néz, és ne kivágott részeket. Biztos mindenki meg tudja találni a módját, hogy megszerezze az online világban ezeket a részeket, de természetesen, ha ugyanolyan fanatikus rajongó vagy, mint én, akkor elmehetsz valamelyik nagyobb bevásárlóközpontba, és DVD-n megveheted a teljes sorozatot. Harmadik számú szempont, itt is ugyanazt a bevált módszert javaslom, amiről bár nagyon-nagyon sokszor beszéltem, tehát először minden részt háromszor nézzél meg, először angol nyelven magyar felirattal, aztán angol nyelven angol felirattal, és végül angol nyelven felirat nélkül. Természetesen, ha már te gyakorlottabb nyelvtanuló vagy, akkor az első lépést, a magyar feliratot ki lehet hagyni. Ha még kezdő vagy, vagy bizonytalannak érzed a tudásodat, akkor a biztonság kedvéért nézzük meg először a részt magyar felirattal is. Mindenképpen legyen melletted papír és ceruza, és a számodra ismeretlen szavakat, szófordulatokat, kifejezéseket nyugodtan írd ki magadnak, szótáraszd ki őket, aztán pedig megtanulhatod ezeket a szavakat és szófordulatokat. Ötödik számú szempont. Ha túl hosszú egy rész neked, ugye ez az 50 perc, amiről már korábban beszéltem, akkor nyugodtan oszd fel a részeket két, mondjuk 25-25 perces részre, és egy nap csak egyetlen ilyen 25 perces résszel foglalkozz. És a hatodik számú szempont, nézd újra, ahányszor jól esik. Szerintem a sorozat nagyon-nagyon könnyen rabulejti az embert, és csak pusztán szórakozásból is, mindenféle szótározgatás és nyelvtanulás nélkül is nagyon kellemes kikapcsolódást tud nyújtani, ha angol nyelven egyszerűen csak szórakozol és nézed a különböző részeket. És végül van még egy dolog, amire szerintem figyelned kellene, vagy érdemes figyelned, ez egy amúgy a ráadás. A sorozat színészei, tehát a szereplők természetesen brit akcentussal beszélik az angolt. A nemesek, tehát a Meldrum família tagjai egy nagyon elegáns, arisztokratikus angolt beszélnek, ami lehet, hogy első hallásra egy kicsit furcsának tűnik, de garantálom, hogy idővel hozzászoksz és megszokod majd ezt a nyelvezetet. A cselédek azonban egy sokkal természetesebb, egyszerűbb nyelvezetet használnak, kimondottan akkor, amikor egymás között beszélgetnek a konyhában, és Mrs. Lipton teáját és meggyes lepényét fogyasztják. Úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy nézd meg ezt a sorozatot, és tanulj belőle angolul. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!